Látszik némi izgalom ezeken a 18 év körüli fiúkon. Van, aki az utolsó pillanatokban is az évszakok motívumait memorizálja füzetéből. Hétfőn reggel a Magyar Nyelv és Irodalom érettségére készültek Nyíregyházán az Arany János gimnáziumban is. A mintafeladatorokat és a próbafeladatsorokat folyamatosan gyakorolgattuk, illetve témakifejtő eszékkel is készültünk a mai érettségére. Én leginkább az ilyen egyszerűbb szerelem, tájlíra vagy az évszakok megjelenésére számítok a mai nap folyamán. Na, akkor hölgyeim is megjátszom. Egy kis humorral próbálta oldani a diákok feszültségét a pedagógus, de a legfontosabb technikai információk is elhangoztak. Lényeg a lényeg. Megfejelik szépen, tehát ráírja nevét, ráírja osztályát. Megnézi, hogy nincsen nyomtatási hiba. Ha igen, akkor kérem, hogy jelezze. Ne felejtsék el az utolsó oldalt is kitölteni. Pontban 9 órakor pedig elkezdték a feladatokat megoldani. A középszinten vizsgázóknak idén először egy 40 pontos szövegértési nyelvtani feladatsort, majd egy 20 pontos irodalmi tesztet kellett megoldaniuk. Ez utóbbi a korábbi évek gyakorlati szövegalkotás feladatát váltotta. Erre összesen 90 perc állt rendelkezésre. Ezt követően az érettségi második részének megoldására mindkét szinten 150 percet kaptak a vizsgázók. Középszinten egy 5-800 oldalas műelemzés és egy témakifejtő esszé közül választhattak a diákok. Ebben az évben még inkább nagyobb az izgalom, hiszen az új NAT követelményei szerint új feladatsorokkal találkozhatnak a diákok. Ezek egyrészt strukturális változásokat jelentenek, például magyar nyelv és irodalomból, más tantárgyakból pedig a feladatlapokban a témakörök átcsoportosítására került sor, illetve új tantárgyként jelent meg az állampolgári ismeretek, amelyekre a projektmunkákat már leadták a gyerekek a múlt héten. Mi úgy gondoljuk, hogy az izgalom bár nagy, de a kollégái megfelelő szakértelemmel és rutinnal felkészítették a gyerekeiket, és mindig helyt szoktak állni az érettségi vizsgákon, úgyhogy szerintem most sem fog problémát okozni. Az Aranyban a hagyományoknak megfelelően most is 2 végzős osztály van, ez 63 rendesen vizsgázó diákot jelent, 61-en pedig előrehozott érettségit tesznek a napokban. És nagyon sokan tanultak az emelt szintű megmérettetésekre is. Nem véletlenül, hiszen fontos többletpontokat jelent a továbbtanulásnál. A diákok tudatosan választanak felsőoktatási intézményt, és ott megnézik azt, hogy mi a bemeneti követelmény. Annak megfelelően választják az emelt szintet, abból a tantárgyból, ami neki szükséges ahhoz, hogy azon az egyetemen tudjon majd tovább tanulni. Nagyon sokan választották most a matematikát, történelmet, tehát azt gondolom, hogy a felsőoktatásban ez a 2 tantárgy meghatározó lehet a továbbtanuláshoz. Illetve biológiát, kémiát, aki orvosi, gyógyszerész irányba gondolkodik. Magyar nyelv és irodalom tárgyból középszinten országosan 73.472-en, emelt szinten pedig 2066 tanuló ad számot tudásáról. Kedden matematikával folytatják a vizsgákat középszinten közel 70.000-en, emelt szinten pedig több mint 6.600 diák. Szerdán történelemmel, csütörtökön angollal folytatódik az érettségi, amelynek első hetét pénteken a német feladatsor zárja. Az írásbeli vizsgák május 27-ig tartanak, június 5-től 12-ig az emelt szintű, június 17-től július 3-áig pedig a középszintű szóbeli vizsgák várják a diákokat.